A napokban ünnepeltük a Valentin napot, úgyhogy ez lesz a következő beszélgetésünk témája is, a szerelemről fogunk beszélgetni Őszi Viktória klinikai szakpszichológussal. Szép napot kívánok! Talán kezdjük is azzal, hogy mi is az a szerelem, ha már itt tartunk, ez a mai témánk. Ilyenkor Valentin nap környékén azért óhatatlanul felmerül ez a téma, hogy mi is a szerelem, és azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag az emberiségnek az egész történetét végigkísérte, rengeteg meghatározás van rá, az univerzum törvénye, vagy éppen ajándéka, az élet értelme, vagy mágia, tehát sorolhatnánk vég nélkül, hogy mi is ez a szerelem. Viszont a tudomány szempontjából azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag a szaporodást és a fajfenntartás segítő evolúciós hormonbomba. Na most nem az a mai beszélgetésünknek a témája, hogy itt így a Valentin napnak az elmúltával összeromboljuk ezt a mítoszt, és mindenkit lehúzzunk, hogy hát ez a magasztos dolog végül is csak ennyi, hogy itt különböző biokémiai anyagok játszanak bennünk. Nem erről van szó, természetesen azért van ennek egy érzelmi háttere is, de azért tudni kell, és érdemes ezzel tisztában lennünk, hogy miután van egy testünk is ennek, van egy fiziológiai háttere, van egy biokémiai alapja, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ilyen szempontból a szerelemnek a központja az nem a szív, hanem az agy. Ugyanakkor mindannyiunk legnagyobb szerencséjére azért ilyenkor mégiscsak a plusz szívek jelennek meg legtöbb helyen, és valljuk be, egy plusz szív mindig jobban néz ki, mint mondjuk egy plusz agy. Valóban. Ezt maga a pszichológia tudománya hogyan vizsgálja a szerelmet? Milyen kutatások vannak rá? Nagy szerencsénk van, mert már az utóbbi években azért különböző képalkotó eljárásokkal lehet mindenféle huncut vizsgálatokat elvégezni, és ilyen agyszkennerekkel vagy fMRI készülékekkel azért meg lehet nézni, hogy hogyan működik mondjuk egy friss szerelmesnek az agya, és azt kell, hogy mondjuk, hogy úgy működik, mint mondjuk egy kokain használóé. Na most ez megint egy ilyen meredek példa szokott lenni, de igenis olyan területek szoktak aktiválódni, amik nagyon nagy örömet, nagyon nagy boldogságot okoznak. Gyakorlatilag, amikor szerelmesek leszünk, akkor hirtelen az embernek megemelkedik mondjuk ez a dopamin szintje, ami azt okozza, hogy sokkal több boldogságot tud megélni, egyszerűen az inger küszöb gyakorlatilag lecsökken, ez azzal fog járni, és kinyílik a világ. Most hát van még egy másik anyag, ami egy nagyon találó nevet kapott, ez a feniletilamin. Ez egy amfetamin származik gyakorlatilag, egy természetes amfetaminnak is hívhatnánk, egy ilyen enyhe halucinogén hatással bír, és ennek is az lesz a hatás, hogy kinyílik a világ, minden élettel teli lesz, és ugyanígy megjelenik mondjuk az oxitocin is, ami egy nagyobb mennyiségben termelődik majd az embernek a szervezetében. Mert ezzel ritkán szoktunk tisztában lenni, tehát azért általában inkább azt mondom valakinek, hogy annyira szerelmes vagyok beléd, és nem az, hogy te vagy az, aki megemeli a feniletilamin szintemet, tehát ritkán hallunk azért ilyen udvarlásokat, de mégis ez történik a szervezetünkben. És ez okozza ezt a mámoros érzést, azért az emberek általában tisztában vannak ennek a fizikai részével, nem? Tehát, hogy ez a pillangók a hasonban, és hogy nem látok semmi mást, és csak ő rá tudok gondolni, és a gondolatim nagy részét az én szerelmem tölti ki. És egyébként ez így is van, tehát az embernek mondjuk a racionalitás kontrollja az teljesen lecsökken, csökken az olyan képessége, mint a tervezés, a szervezési képesség. Picit így megváltozik a mindennapnak a szervezése, és ez a hormon hatás, ez a nagyon intenzív hormon hatás gyakorlatilag egy ilyen másfél-két évig tart. Említetted, hogy másfél-két évig tart ez a hatás. Hogyan lehet megőrizni tartósan ezt a szerelmet, hogy mondjuk egész életünk végig kitartson? Ez is egy örök kérdés szokott lenni, hogy fenntartható ez a nagy szerelem életünk végéig. Gyakorlatilag az kell, hogy mondjuk, hogy a változás az mindenféle kapcsolatnak a természetes része. De ez nem azt jelenti, hogy másfél-két év után egyszer csak így, nem tudom, felülünk reggel az ágyban, oda nézünk magunkra, hogy hát ez meg kicsoda, meg mit keres itt, mi közöm van hozzá, hanem arról, hogy a kapcsolatok átalakulnak,
Ugye köznyelvben úgy mondjuk, hogy a szerelem helyét átveszi egy idő után a szeretet, és akkor egy mély összetartozás alakul ki, ami így is van egyébként, tehát ebben is megjelenik mondjuk az endorfin, az oxitocin, vagy mondjuk, még mondok egy ilyen csúnyát, hogy vazopresszin, ami szintén így a ragaszkodást és a kitartást, a kapcsolatban való kitartást segíti. De az, hogy megőrizzük, hogy megőrizhető ez a szerelem, igen, a kutatások is azt mutatják, hogy ezért megőrizhető. Természetesen ne azt várjuk, hogy ez a lángolás, ez a hatalmas nagy lángolás, amit most mondtam, hogy ez a mámoros időszak mindig megőrződik, mert azt az embert nagyon nagy csalódások és kemény arcraesések fogják élni, aki mindig csak ezt keresi. Ő lesz majd tipikusan az az ember, aki mindig csak szárnyalni akar valaki mellett, és hogyha elmúlik ez az érzés, akkor repül a következő áldozatra vagy partnerre, hogy átélje ezt az érzést. Szóval meg lehet őrizni, de azért tenni kell. Na most ez sokszor olyan közhelyes, ugye, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell. Én nem is szoktam használni ezt a szót, hogy dolgozni, mert azt vettem észre, hogy ennek olyan negatív konnotációja van, és akkor kicsit ilyen izzadságszagúvá válik, senki nem szereti ezt hallgatni. De azért tenni kell egy kapcsolatért. Tehát azt valljuk be, hogy legalább két ember kell ahhoz, hogy egy kapcsolat működjön, és ez olyankor is fontos, amikor mondjuk tönkre meg egy kapcsolat, és elhárítjuk, hogy mert a másik az oka. Azért az extrém eseteket leszámítva ez nem nagyon szokott előfordulni, hogy itt csak egy ember felelős érte. Mindkét embernek tenni kell, meg kell őrizni a kíváncsiságot a másik iránt, új közös élményeket kell szerezni, és ebben a visszatérve a kíváncsiságra, tehát hogy milyen a másik, kérdezgetni tőle. Azért a napjainkban nagyon sokszor előfordul az, hogy az egész energiánkat ellőjük napközben, és mire hazaérünk, akkor ilyen teljesen fáradtak, kiégettek vagyunk, és milyen napod volt, ebédeltél, ettél, tehát hogy ezek a megúszós, közhelyek. Igen, közhelyek, megúszós kérdések, és gyakorlatilag elmegyünk tényleg egymás mellett. És normálisan, hogy egy párkapcsolatban vannak viták, esetleg hullámvölgyek. Hogy meg hogyan tudunk ezeken túllendülni azért, hogy tényleg tartós legyen ez a kapcsolat? Igen, tehát azért egy kapcsolatban azt gondolom, hogy alapvetően benne vannak a viták is. Azért ez nagyon-nagyon ritka, hogy így folyamatos, szerelmes tekintettel nézzünk egymásra, és mindenben egyetértünk, és nincsenek nehézségek. Itt az is kérdés, hogy mikor figyelünk erre, vagy odafigyelünk-e egyáltalán. Jól ismert anekdota, ugye, hogy a visszatérő konfliktus, már megint eldobáltad az okniaidat, meg hol nyomod a fogkrémet. Ez egy ilyen mély filozófiai kérdés szokott lenni a kapcsolatokban, hogy most a közepén nyomod, vagy a végén nyomod a fogkrémet. És hogyha mondjuk megy a párkapcsolat, vagy a párnak a hölgy tagja, hogy hát az okniaidat megint szétdobáltad, miért nem vagy képes összeszedni, egy idő után erre majd mi lesz a válasz? A garázskulcsot hova is tetted? Már megint elraktad? Hát mindig el kell pakolnod? Nem megmondtam már százszor, hogy tedd oda a komódra, mert akkor nem tudok reggel időben elindulni? Tehát, hogyha nézzünk egy ilyen összekedés, miről szól? Gyakorlatilag tényleg az okniról, meg a garázskulcsról? Egyáltalán nem, hanem ugye itt az a kérdés, hogy mondjuk egy ilyen vitában, vagy egy szituációban a másiknak mi az adott szituációnak az érzelmi jelentése. Tehát, hogyha visszatérek a fogkrémes tubusra, nem hiszem, hogy az a kérdés, hogy most tényleg hogy mutat, meg hogy hol kell nyomni, hanem hogy figyelembe vesz-e engem a másik, figyele én el, figyele arra, hogy az én időmet, mondjuk, hogyha eldobálja az oknyait, akkor mennyire becsüli meg, vagy én ennyit érek, az én munkám ennyit ér, hogyan értelmezi ez a másik mellett, hogy bele fog vetíteni olyan dolgokat, amire az ő partner egyáltalán nem is gondolna. És ilyenkor tudnak elindulni igazából nagy problémák. Nagyon sokszor szoktam hozni a háznak a szimbólumát, amikor így beszélgetünk, hogy a párkapcsolatnál is azt szoktam mondani, hogy ha összeomlik egy ház, hogyha történik egy szakítás, annak azért általában szokott valami előjele lenni. Tehát nem úgy megy, hogy egyik pillanatról a másikra, mindig van valami előzmény. És hogy észrevesszük-e,
mondjuk azt, hogy problémák vannak a kapcsolatban, azért valami repedések nem jelentek meg ott a falon. És sokszor van az, hogyha hát látom, hogy ott valami repedezi, mindegy, nem nézek oda, akkor nincsen, ha nem veszek róla tudomást. De sokszor azért is van, hogy nem veszek róla tudomást, meg a szőnyeg alá akarom söpörni, mert hogy annyira nehéznek látom, annyira elárasztónak látom azt a problémát, hogy inkább nem foglalkozok vele, pedig lehet értetenni. De ahhez tényleg kell az erő, meg a motiváció, hogy odafigyeljünk rá. Hogy ez esetleg azért van, mert nem is akar vele foglalkozni? Vagy úgy van vele, hogy már nem érdekli annyira ez a párkapcsolat, hogy megtegye ezeket érte? Mindkettő lehet, ezért kell ezen elgondolkozni, hogy egyrészt az ő számára mennyire fontos a párkapcsolat, és az nagyon jó kérdés, amit mondtál, mert valóban ez is lehet, tehát hogy van olyan, amikor valaki már ugye menthetetlen egy kapcsolat, és ezért kell megnézni. Mert előfordulhat, hogy azt mondja, hogy jó, amíg még mondjuk úgy kényelmes, addig benne vagyok, de egyébként már sokat nem jelent a számomra, ami ugye az egyik legrosszabb, ez a közönösség a másik iránt, de az is lehet, hogy annyira nehéznek látja, és úgy érzi, hogy nem tud vele mit kezdeni, hogy inkább nem foglalkozik vele. Tehát erre mondom, ez egy egyéni dolog, ezt meg kell nézni, mert mindkettő előfordulhat. Mennyire nagy úr a megszokás? Hogy megszokta az adott párt, olyan párodat, és akkor igazából beleszoktál abba a közegben, nehezebben lépsz túl, nehezebben változ, nehezebben oldod meg a problémát, hogy esetleg van valami, vagy jól van az úgy is, úgy eddig is el voltunk. Mennyire jellemző ez a mentalitás? Nagyon gyakran előfordul. Tehát egyrészt az is előfordul, hogyha nehézségek vannak, és esetleg mindkét fél úgy érzi, hogy innen már mozdulni kellene, akkor nem is egymáshoz ragaszkodnak, hanem mondjuk egy helyzethez, egy kialakult életszínvonalhoz, nehéz lenne ebből már mozdulni, ez is elő tud fordulni. De az is benne van, hogyha összejön a másik, na, megszereztem, amit akartam, hátradőlhetek, kész, innentől enyém a világ. És kicsit valahogy a kultúránk is elsugalja, hiszen gondoljunk bele ezekbe a szerelmi mítoszokba, történetekbe. Most ugye napjaink mítoszai, ezek a romantikus szitkomok, de akár gondolhatunk a népmesékre is, hogy mi történik ott. Hát jön a királyfi fehér lovon, megy a királylányért, és akkor együtt ellovagolnak a naplementébe, és ásukkap a nagy harang, boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Na, de pont erre lennénk kíváncsiak, nem? Hogy mi történik? Tehát hogyan kell boldogan élni? Mi az, amit meg tudnak ebből őrizni? Tehát, hogyha mondjuk egy Róma és Júlia történetre gondolunk, ami mondjuk egy tragikus szerelmi történet, de képzeljük el azt, hogy akkor együtt tudnak maradni. Hogyan tudnák ők megőrizni ezt a szerelmet, vagy egy ilyen zsémbes öregasszony lenne a Júliából és a Rómából, és már egymásra se tudnak nézni. Tehát az, hogy a másikat azt mondom, hogy újra és újra meghódítani, vagy ezért a kapcsolatért tenni, kíváncsi lenni a másik emberre, ez nagyon fontos dolog. És hogyha probléma van mondjuk egy párterápia során, akkor is szoktunk ilyet egy kicsit, ez az újra romantizálni a kapcsolatot, de nyilvánvalóan úgy, ahogy a párnak belefért, és itt először mindig abból indulunk ki, hogy hogyan néznek ki a hétköznapjaik. Tehát, hogyha gyakorlatilag az van, hogy nincsen találkozás, hanem este így beessünk egymás mellé, és ennyi a beszélgetés, mert hogy, amit előbb mondtam, hogy már elfogy az energia, és nem tudnak egymásra kíváncsiak lenni, azért az nem megfelelő. Nyilvánvalóan azért olyan dolgokat kell tenni, ami elfogadható mindkét fél részére, tehát hogy ne váljon túl nevetséges, mert azért visszájára is fordulhat egy ilyen helyzet, hogyha most nagy hódításba kezdünk. A pszichére hogyan ad egy párnál, mindkét félnél egy rossz kapcsolat? Megterhelő, az biztos. Tehát azért ez egy stresszt is, állandó stresszforrást is jelenthet egy rossz kapcsolat, de itt a kérdés az, hogy mit jelent az, hogy rossz. Tehát mondjuk egy bántalmazó kapcsolat, ugye bántalmazni lelkileg, szavakkal is lehet. Nem feltétlenül, csak ez a fásultság például.
Igen, akkor azért az ember bele tud így süppenni a hétköznapokba. Tehát ez a fajta fásultság, azt gondolom, hogy ugye az élet minden területét is áthatja, hiszen gondoljunk bele, hogy a párkapcsolat, ugye ez a nagyon intim kapcsolat, az, ami a egyik legfőbb energiaforrásunkat tudja adni. Ezzel nem azt mondom, hogy ez az élet egyetlen értelme, csak azt, hogyha van egy kapcsolatunk, akkor ez egy nagyon nagy erőforrásként tud nekünk szolgálni. Hogyha én ezt jól használom, és ugye keringetem ezt az energiát. Na most, hogyha egy belefásult életem van, akkor valószínű, hogy ez a frusztráció, ez megjelenik más területen is, és lehet, hogy valaki mondjuk nem otthon adja ki, és nem a párjával beszéli meg, hogy de egyébként én nekem ez nem jó, ahogy élünk, és változtatni szeretnék rajta, hanem mondjuk beviszi a munkahelyére a konfliktust, és a kollégáival fog vitatkozni, holott nem ott van a problémának a gyökere. Az előbb említetted, hogy tenni kell egy jó párkapcsolatért, akkor adódik a kérdés, hogy hogyan lehet fenntartani a lángot azért, hogy tényleg kitartson. Milyen technikák, trükkök vannak, amiket mi pszichológus ajánlanál egy párnak? Igen, azzal, amit előbb is elmondtam, tehát, hogy szükségesek a közös élmények, ugyanakkor kell, hogy legyen saját élet, és ugye, amikor elkezdődik egy párkapcsolat, akkor az elején szokott lenni ez a nagyon-nagyon szoros együttlét, ez a szimbiózis, hogy mindent együtt csinálunk, teljesen egyformán gondolkozunk. Jaj, most hívta, én is most akartalak téged hívni, hát mindig csak pont erre gondoltam. És olyankor ugye a baráti kör is hanyagolva érezheti magát, a család is, mert hogy senki másra nincsen idő. És ez eltelik néhány hónap, és utána azért csak jön ez a nyitás, hogy azért kellene egy kis külső inger is, azért, hogy tudjak valamit visszavinni abba a kapcsolatba. Hiszen ha tudunk miről beszélni, hogy én ezt láttam, ezt éltem meg, és ezért is kellenek ugye ezek a kis saját életnek a programja is. Na most egy olyan embernek, aki rendkívül dependens, és aki nagyon-nagyon szorongó, az nehezen fogja ezt az időszakot elviselni, mert ő azt fogja átélni, hogy engem a párom elhanyagol, és már nem szeretsz, már nem vagyok fontos, nézi nagy-nagy csodálkozó boci szemekkel, holott nem erről van szó, hanem egy természetes folyamatról, arról, hogy együtt vagyunk, de mellett azért az élet az halad és megy, tehát olyan nincs, hogy akkor csak egymást nézzük, és megszűnik minden. És ez problémákat is okozhat egy kapcsolatban, és főleg akkor, hogyha valaki ezzel nincsen tisztában, hogy egy párkapcsolatnak is része a változás. Tehát nincs olyan, hogy hátradőlök, és minden változatlan marad, és én most ezt a pillanatot lebetonozom, és kész, ugyanez lesz. Változunk, az élet változik, halad, de a változás az nem feltétlenül rosszat jelent. És igen, lehet, hogy az a láng néha jobban lobog, néha kevésbé, de attól még az összetartozás és az meg lehet, attól még ez a közös történet az ugyanúgy megvan. Mi van az a helyzet, amikor az egyik fél túlságosan birtokolni akarja a másikat? Ugye említetted, hogy mi van akkor már, hogy nem szeretsz, hogy a többiekkel is találkozni akarsz. Mi van akkor van a helyzet, amikor tényleg birtokolni akarja az egyik a másik felet, hogy csak ő neki legyen? Hát nézd, az attól függ, hogyha egy olyan emberrel találkozik, aki viszonylag egészségesebb személyiségű, akkor valószínűleg ez a kapcsolat nem lesz hosszú időtartamú. Mert előbb-utóbb olyan konfliktusok lesznek, hogy az, akit ennyire birtokolni akarnak, az elkezd fulladozni benne, és azt mondja, hogy nekem ez így nem oké. De egyébként meg a nagy tapasztalat azt mondja, hogy a patológiák nagyon jól egymásra szoktak találni. Ezt nem tudjuk, hogy miért. Van valamiféle ilyen tudattalan vonzódás is lehet. És ezért van, hogy általában, mondjuk, hogyha ilyen birtoklásról vagy kontrollálásról van szó, olyan emberek szoktak hosszabb távon egymás mellett megmaradni, akik ilyen szempontból nagyon jól összeillenek. Tehát aki egy nagyon kontrolláló személy, az mondjuk megtalálja azt a fajta dependens, bizonytalan személyt, akinek pont jó az, hogy a másik dönt helyettem, nekem nincs felelősségem, a másik megmondja, hogy mit csináljak, én nekem nem kell gondolkoznom se semmi, se csak szépen vagyok mellette. Tehát például majd később beszélgetünk, ugye itt már szóba került egyszer, hogy a narcisztikus személyiségzavar, egy narcisztikus partnernek például nagyon jó partner ez tud lenni, egy ilyen dependens személy, és ők hosszú távon meg tudnak maradni egymás mellett. És
És előfordulhat-e olyan helyzet, hogy fogalmaz, hogy lehull a lepel a párról, az egyik férről, hogy ő valójában nem is az, aminek mutatta magát, hogy egyáltalán felosztik a rózsaszínköd, akkor hát ő bizony nem az, akit én keresek. Igen, és ez mondjuk nem csak egy ilyen elhullatott első éjszaka után tud lenni, hogy hoppá, ki az, akivel én találkoztam, hanem elő tud fordulni egy hosszabb kapcsolatban is. Miért? Mert egyszerűen, amikor összejövünk valakivel, és jön ez a nagy hormonbomba, amit már mondtam, ez a mámoros időszak, akkor kicsit mennek ezek a kivetítések is, ugye? Szebbnek látom a másikat, mint ami a valóságban. Én örülök, hogy van ott egy alapanyag, ami nagyjából megfelel annak az elképzelésnek, amit én kerestem, és akkor rávetítem azokat a dolgokat, amiket szeretnék benne látni, hogy mennyire intelligens, mennyire lenyűgöző, mennyire fantasztikus, milyen szerencsés vagyok én, hogy megtaláltam ezt az embert. És később ugye, hogy halad a kapcsolat, és elmúlik ez a nagy-nagy-nagy mámor, akkor valóban kicsit így azt szoktam mondani, hogy lehúzzuk ezeket a héjakat a másikra, ezek a projekciók, a kivetítéseink, azok elkezdenek csökkenni, visszatérünk a valósághoz. És van olyan, igen, aki nem tudja megbocsátani a másiknak, hogy nem olyan, mint amilyennek elképzelte, hanem ő neki van egy saját személyisége. És hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy ó, kimutatta a foga fehérjét, hogy na milyen ember is ő valójában, holott nem erről van szó, kezdettől fogva ott volt ez, és lehet, hogy a környezete látta, hogy ilyenkor szoktak jönni a legjobb barátnők, hogy én megmondtam neked. Ugye, mindig ilyen volt, csak te nem akartad észrevenni. Tehát általában a környezet észrevesz bizonyos dolgokat, amiket a szerelmes az nem szokott észrevenni, de utána előfordulhat, és igen, ekkor jön ez, amit mondtam, hogy felülünk az ágyba, hogy ki az ott mellettünk, és az embernek pedig van a lehetősége arra, hogy jó, akkor ismerjük meg a másikat, és nézzem meg, hogy milyen is ő valóságban. Van annak valóság alapja, hogy 7 évente van mondjuk fordulópont egy pár kapcsolatban? Hát ez nagyon sokszor nézik így a kutatásokban. Igazából ugye az életszakaszokat szokták mondani, és hogyha megint csak az evolúcióhoz térünk vissza, ugye inkább a 4 évet szokták mondani, mert a 4 év az, amíg mondjuk, hogyha születik egy közös gyerek, eléri azt a kort, hogy onnantól kezdve most már az apa azt tud menni, és tud újabb családot alapítani is. Egyébként ugye ez a másfél-két év, erre mondják azt, hogy itt is lehet egy ilyen kis billegés pont attól, hogy ugye átalakul és másik szakaszba történik. Tehát a 7 évet az tudományosan annyira nem igazolták. Inkább csak a köznyelv használja ezt. Így van, de hát ugye életszakaszként meg lehet érteni, hiszen azért gondoljunk bele, hogy más mondjuk egy kisgyermekes család, ugye, hogyha még ott egy családalapításról beszélünk, meg máshoz, amikor most már nagyobb kamaszok vannak. És jó egyáltalán a Valentin nap. Mit gondolsz róla egy párkapcsolat szempontjából? Kell egyáltalán ezt ünnepelni? Igen, manapság azért ezt a Valentin napot nagyon nem tudjuk megúszni, hiszen belebotlunk akkor is, hogyha nem akarunk az üzletekben vagy a médiában is találkozhatunk vele. Itt megint két fontos dologról van szó. Kiről szól és miről szól? Tehát, hogyha én nekem azért fontos a Valentin nap, hogy azonnal tudjak posztolni mondjuk egy közösségi oldalra kitenni, hogy na, ezeket kaptam, vagy itt voltunk, és hogy mennyire szeretnek engem, akkor ott valószínű, hogy más kérdések is felmerülnek mondjuk azzal az illető személlyel kapcsolatban. De ott van az is, hogy kompenzálni akarunk vele valamit, vagy ilyen érzelmi hiányokat eltakarni. Ezzel most nem a Valentin nap ellen beszélek, hiszen hogyha mondjuk egy pár, mindkét tagjának ez egy fontos dolog, miért ne lehetne megünnepelni persze, meg hát tudjuk, van, ahol minden nap Valentin nap, tehát hogy ezzel sincsen semmi probléma, és ott sincs, ahol mondjuk egy párnak mindkét tagja úgy dönt, hogy hát most mi ezzel nem foglalkozunk, és tovább lépünk rajta. Én ismerek olyan párt, ahol a hölgy tag az napokra bedurcizott azért, mert a párja elfelejtette a Valentin napot, egyszerűen azért, mert az ő gondolkodásában nem volt ott, azért ez még
90-es évek óta van gyakorlatilag inkább így Magyarországon elterjedve. Itt nincs is akkora hagyománya igazából. Így van, és a fiatalabb generációnál már sokkal inkább lehet látni, de a hölgytagnak ez fontos volt, és hogy úgy kellett kikönyörögni, hogy végülis mondja már el, hogy mi a baj. És visszatérve egyébként ez is egy komoly konfliktus elkapcsolatokban, hogyha valaki így működik, hogy ez a csecsemőszint, talált ki, hogy mi bajom van. Talált ki, hogy mit akarok, talált ki, hogy mire gondolok. Egy pár hónapos babánál ez oké, mert ott az ember kitalálja, ugye a gondozó, az anya, de egy felnőttnél nem. Egy felnőttnél nem ezt a működést várjuk. Ez a tipikus várjuk. Női semmi. Igen, ez a semmi, de azért csapkodunk, és ugye a fedő is hangosabban csapódik az edényre, aztán a másik az meg ott állhat az ajtóba, hogy na most mi lehet ez a semmi. Úgyhogy igen, visszatérve így a Valentin napra, mennyire nyomás ez mondjuk a feleken, tehát hogy amikor valakinek, nem tudom, este 9 órakor még rohan a bevásárlóközpontban, hogy úristen, elfelejtettem, hogy Valentin nap, és mindegy, adják ide a legdrágább dolgot, de hogy ne mondhassák azt, hogy én elfelejtettem. Ez nem biztos, hogy egy szerencsés dolog, de összességében pedig azt elmondhatjuk, hogy azért egy szerelem, egy párkapcsolat nem egy napon múlik, és nem azon, hogy a Valentin napot ki hogyan tartja meg. Tehát minden párnak a saját adottsága, hogy ők ünnepelnek, vagy sem. Ez így van teljesen. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.